Orbán ül és néz ki a fejéből, sugárzik az értelem a leharcolt ábrázatáról a negyedik doboz szanax után. Jól érzi magát zsibbadtaggyal, ma is laptam, holnap is lopok, megy ez nekem, mint a hazudozás. Megmértem a súlyomat, aztán a magasságomat, és rájöttem, nem kövér vagyok, hanem alacsony. Örömhír a fideszes zombi tábornak, ugyanis augusztusban dupla családi. Igaz, dupla szart sem ér, de legalább szeptemberben nem lesz mit fikázni. A németeket megeszi a penész a magyar jólét miatt, mert csak nekünk Európában a legszarabb bérből és nyugdíjból kell megvenni Európa legdrágább élelmiszereit. Már nem főzünk lekvárt a méreg drága barackból és 500 forintos cukorból, aztán nem kenjük rá az 1000 forintos kenyére, mert mi előre megyünk, nem hátra. A lényeg, hogy Orbán megvéd minket. Igaz, kicsit furcsa, hogy a félvilág ezen a jelentéktelen kis országon akar bosszút állni. Az oka és célja nem igazán világos, de biztosan van valahol egy háttérben húzódó soros gyúcsánszál, amit majd Isten segedelmével Orbánék megszakértenek. Értünk spórolnak a Putyintól vásárolt olajon és gázon. Igaz, háromszoros áron, mint a világpiaci ár, de legalább a rendszer használati díjat is duplájára emeli, mert mi magyarok így szeretjük. Meg azok a pránya migránsok, holtól jönnek, de a fehéreg erejével folyton harcoló Orbán megvéd minket. Bakondi, máshoz nem értő Gyurika, a migrációs nyomás legnagyobb kortárs szakértője, a biztonságunk megóvása érdekében lehurcolkodtak a déli határa rettegni. Végre mindenki megnyugodhat, nincs itt semmi gond, amit a kolostor malasz ne tudna kezelni. Most már nyugodt lelkiismerettel elvonulhat szakállat ereszteni a horvát tengerpartra. Idén nekünk is sikerült félretenni a nyaralásra. Mi a Járda-szigeteken nyaralunk, igaz még nem döntöttük el pontosan hol, mert annyi pénzünk nem